magyarokat és a magyarokat minden időben a nyilas téridő egység alá sorolták be. És a Kárpát-pedencét pedig mindig a nyilas csillagkép és csillagászati hónap felügyelete alá. Tehát Ptolemaiosz a maga szakrális táj feltérképezésével elmondja, hogy a Kárpát-medenceát, ő ezt nem pontosan így hívja, európai Szkítiának, ha jól emlékszem, nyilas csillagkép alá tartozik. Tehát innentől kezdve ez a kérdés le van zárva. Tehát földrajzi értelemben Kárpát-medence, etnikai vonatkozásban magyar nép, a tulajdonságok tekintetében pedig egy mélylátás, íj és nyíl, és túllátás. Miért? Mert ha én elindítok egy nyílvesszőt, akkor ez azt jelenti, hogy ezt a nyílvesszőt bizonyos útvonalon vezetem végig, és ami előttem van, azon én túllátok, mert ha ez a meditáció eszköze, akkor teljesen egyértelműen jelzi azt, hogy egy mögöttes távoli, látszólag távoli célpontot kell belőnünk. Na most, amikor megörökítik késő középkori, meg újkori csillagászati atlaszokban nyilas tulajdonságokat, itt a szügyénél ott van már a korona. Ez a úgynevezett déli korona. Ez pontosan a nyilas csillagkép benne van a tejútban, ez pedig a tejút határára esik ez a korona. Na most, amiért ezt érdemes megemlíteni? Mert a hagyományok alapján ez azt jelenti, hogy a nyilas tulajdonságokhoz definíció szerint tartozik hozzá a korona. Az, hogy a ló szügyénél, hát a lónak a lelke valahol ennél a legérzékenyebb résznél van. Tehát aki foglalkozik lovakkal, pontosan tudja, hogy az egyik legsebezhetőbb pontja a lónak. Éppen ez a területe. És ahogy lép a ló, az egyik láb fölött van a korona, és a másik lába pedig az ember elképed, mert ez Hevelius csillag térképéről származik ez az ábrázolás, hogy ő a lónak a lábát, minthogyha a lónak a abroncsa egy dob lenne, dobverőként üzemeltetve helyezi bele a koronába. Tehát csak azt lehet látni, tehát így van mondjuk a korona abroncs, lefelé fordul a korona, mert ez a déli korona. Hát ha nagyon jól tudnék rajzolni, akkor most olyan szívesen rajzolnék fel egy lépő lovat, minden esetre itt van a lónak a szügye, itt van az egyik lépő lába, a másik pedig nem is tudom, hogy hol van, mert innen jön ki, és ide megy vissza a lónak a lába. És hangsúlyozom, olyan, minthogyha nyilvánvaló módon, hát mit csinál a lónak a lába? Ha valaki egy ló érkezését meghallja, a ló az bizony dobog. Na most ezt nem lehet viszont kitalálni. Tehát itt tényleg egy nagyon ősi hagyomány fogalmazódik meg. És így érti meg az ember azt, hogy a mondai történelmünkben a magyar király választásnál miért dobják föl a koronát. Hát pontosan ezért dobják fel a koronát. És felmegy a korona nagyon magasba, és ki lesz a király? Akinek a fejére rászáll ez a korona. Ez azt jelenti, hogy ha van turul nemzetség, elvileg a turul nemzetségből bárkit meg lehetne koronázni. És az ember elképedve tapasztalja, hogy bizony a turul nemzetség idején is ragaszkodott a nemzet királyválasztási joghoz. Miért? Mert hiába turul nemzetség, de nem biztos, hogy egyenértékű képességekkel rendelkeznek. És a legkiválóbbat szoktuk megválasztani. Miért? Mert így működhet jól a világ. A Habsburgok idején is itt lehet látni, hogy ennyire korlátolt szűklátókörű bandát a világ történelem még nem hordott a hátán. Ami a Habsburgok vonatkozásában sajnos egyértelmű tényként jelenik meg. Tehát elmondja nekik a nemzet.
ti lesztek a királyok, de saját érdeketek. Hagyjátok meg nekünk a király választási jogot. Hát egy ilyen ütődött csapatból legalább hadd választjuk mi, ki mi a legalkalmasabbat. Hát ez beavató korona. Tehát ez azt jelenti, nem akarom részletezni, hogy mit jelent. Hát beavatódni akárki nem tud. Tehát hiába akarok én beavatott személy lenni, ha olyan tök, és akkor folytatom, mint a vadágyú. Hát a beavatás az képességeknek a függvénye. Na most, kijöve győzve, hogy győzzön, tehát visszamenőleg végre megtudjuk, milyen tulajdonságokkal lehet győzni. Ott volt az a Dávid oroszlány, és ő győzött. Az a magánügye. Ott valami múlt időben van megfogal, kész. Ott ez egy külön kérdés, és ott az oroszlán tulajdonságok érvényesültek, oroszlán van a nappan otthon. Tehát, hogy érthető legyen, nem felejtettük el, hogy már egyszer találkoztunk ezzel a fogalommal, de szűk a jelentése. Időbeli vetülete teljesen egyértelműen korlátozott. Itt pedig mi történik? Azért jön ki, hogy győzve győzzön. Tehát ez azt jelenti, hogy az első pecsét felnyitása után ezen a földön egy bizonyos erényekkel győzhetek a förtelmeken, és a világ hiúságán és gonoszságán. És ha ez kereszténység, ez nem a kelet-római kereszténység, nem a nyugat-római kereszténység, nagyon nehéz belátni, ezt nevezik fehér ló által szentelt magyar kereszténységnek. Na most, amit elkövet hibaként például egy Dürer, vagy a többit is meg lehet említeni, hogy azzal a társasággal vonultatják fel a fehér lovast, amilyen társaság majd tényleg hozza magával a csapásokat. De hangsúlyozom, ez már tendencia. Ez már ténylegesen elferdítése, eltusolása ennek a nagy jelentőségű tulajdonságkörnek. Hát ne felejtsük el, középkorban, mondjuk Franciaországban, hangsúlyozom, mindenki tudta, hogy ha fehér ló, ha íj és nyíl és korona, az végeredményben nemzetek tulajdonságai közül kizárólag egy nemzethez társítható. És miért kizárólag egy? Mi kizárólagosítja ezt az azonosítást? A korona. Mert az, hogy fehér ló meg nyilas, hát Spanyolországnak egy területe és a spanyol népnek egy része, szintén nyilas fennhatóság alá tartozik. Élek a gyanúperrel, hogy a baszk vonal révén. De ez egy külön kérdés. Mindenre meg lehet adni a magyarázatot. De nincs korona. Tehát egyetlen egy helyen van korona megfogható szinten. És végül is ez az egész emberiséget fenyegető végső idő, amit mi apokalipszisnek nevezünk. Akkor bármennyire hihetetlen, rá kell döbbenteni az emberiséget. De ezt nem lehet előírni, hogy mindenki tanuljon meg magyarul, de legalább, hogy ez Rínyi Miklós megfogalmazza, ne bántsd a magyart. Nem tudod te nyomorult és szerencsétlen, hogy milyen minőséget akarsz te sértegetni és bántalmazni. Hát az is megfogalmazódik az evangéliumban, hogy lehet bántani akárkit. Na de ha a szent lélekre valaki egyetlen egy rossz megjegyzést tesz, az ember egyébként elképed, megbocsájtunk, persze, bűnbánat, és egy helyen nincsen. Aki a szent lelket káromolja. Na most úgy tűnik, hogy a koronában működő erő, ami ténylegesen áthatja a királyt, az nagy valószínűség szerint egy ilyen szent lélekszerű erő megnyilvánulásként jelenik meg a jól végrehajtott király koronázás alkalmával. Na most nyilas, teljesen egyértelmű, innen a jövő bevetett hit érkezik, tehát legyőzünk minden akadályt. Na most a magyar szent korona tényleg legyőzött minden akadályt. Hát az, hogy itt a 21. században, ha jelenlegi időszámítás szerint adatolunk,
a magyar nemzetnek a magyar szent koronája az országgyűlés kupola termében található, ha ebbre valaki nem mondja azt, hogy bizony, anélkül, hogy hiszek vagy nem hiszek isteni csoda, akkor attól nyugodtan elbúcsúzhatunk. Ugyanis már Révai Péter koronaőr 1613-ban megfogalmazza, az, hogy még mindig van koronánk, ez csak is Istennek tulajdonítható. Hát azóta pedig történt egy-két esemény a magyar szent koronával és a magyar néppel is. Na jön a második pecsét. És amikor a második pecsétet felnyitotta, hallám, hogy a második lelkes állat ezt mondá, jöjj és lásd. Na most, jön a második lelkes állat, és eljöve egy másik veres ló, és aki azon ül-e megadaték annak, hogy a békességet elvegye a földről, hogy az emberek egymást öljék, és adaték annak egy nagy kard. Semmi ígéret, hogy ha majd leölték egymást, akkor jó lesz. Az égvilágon semmi. Veres ló, aki jön, mi adaték annak? Ölés, gyilkosság, és adaték néki egy nagy kard. Na most itt vagyunk a nyilas tulajdonságok mezején, hát most megint csak lehet érzékelni, hogy mintha visszaszámlálás történne. Majd meglátjuk, hogy miért. Mert hogyha a nyilast azonosítottuk, akkor a veres lovat, a kardost és a tevékenységet is pontosan lehet azonosítani. És nagy valószínűség szerint ez nem a bak lesz. Mert a baknak a színe, kecskére gondoljunk, általában ez így jelenik meg, hát nem veres, hanem fekete. Fekete, azt is lehet tudni egyébként, hogy miért. Na most viszont, hogyha visszafelé indítjuk el a menetet, akkor a skorpióhoz érkezünk el. Skorpióban pedig a mars, a nagy kard otthon van. A skorpiói tulajdonságokra pedig ez tényleg jellemző. Veres ló, tehát idő bizony, ez azt jelenti, hogy egy harcias közeg válik a hordozóvá, és megjelenik a kard. Most a skorpió csillagképnek a fő csillaga az egy nagy vörös csillag, hogy érthető legyen. Ez az Antares nevet viseli. Az Antares pedig azt jelenti, hogy ellen mars, vagy marshoz hasonló. Ahány fordítás, annyi változás. De az Antaresből az Ares, az a görög mitológiában Ares a hadak istene. A római mitológiában ő belőle lesz mars. Na most a skorpió fő csillagának a színe megtévesztésig emlékeztet a bolygók közül a mars nevezetű csillagnak a színére. Ugyanolyan veres. Hát ha valaki ismeri mondjuk az Antares, tehát ha már látta, és ismeri a mars nevezetű bujdosó csillagnak is a megjelenési formáját, ha már látta. De azért nem annyira tájékozott a csillagászati ismeretekben. Bizony be lehet neki adni, hogy ott van a mars. Pedig ott nem a mars van, hanem az Antares van. Vagy fordított esetben, amikor a mars jelenik meg, és éppen olyan távolra van a Földtől, hogy éppen olyan fényerővel sugárzik, mint az Antares, azt lehet mondani, na ott van a skorpió főcsillaga, az Antares. Tehát tulajdonképpen majdnem fölcserélhetők egymással, és vörös. És a harciasság. Tehát ez azonosítható. És hát a következő pedig, ahogy mondani szokták, ez már általános iskolai tananyag. No, és amikor felnyitotta a harmadik pecsétet, hallám, hogy a harmadik lelkes állat mondá, jöjj és lásd, látám azért ímé egy fekete ló, annak, aki azon ül egy mérleg vala a kezében. Na most, ha visszafelé megyünk, nyilas előtt skorpió, skorpió előtt pedig mérleg. Mi van a kezében? Mérleg. Tehát megjelenik a mérleg tulajdonság. És lehet érzékelni, hogy megyünk vissza, és mintha visszaszámlálnánk. És az ember azt mondja,
érdekes módon távolodunk saját korunktól. Meg mire ez a nagy menetelés?